Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam az 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 5-én. Ezen a napon a hold az indiai asztrológia szerint az Uttarapadra holdházban van. Ez a holdház, ami kihat erre a napra, azt jelenti, hogy itt most tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy tisztázni kellene valamit. Az is lehet, hogy annyira fontos lenne most odafigyelni a gondolatainkra és az érzelmeinkre, és ezeket tisztázni. Elbúcsúzni negatív gondolatoktól, mint például, ó, ez úgysem sikerül. Vagy lezárni a negatív érzelmeket, a félelmeket, a bizonytalanságokat, vagy a féltékenységet. Amit ez a holdház még jelent, hogy itt most előre folyamodnak az események. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Ez a kis ámor utal a szerelemre. Az azt jelenti, ez a férfi szerelmes beléd, és mivel megjelenik a gondolatában, ő ennek tudatában van. És a szerelem mellett ott van az utazás. Az azt jelenti, hogy útban van hozzád, vagy lesz egy közös utazás, egy nyaralás tervezése, vagy egy közös életút. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Ott alul megjelenik egy hamis férfi. De ez lehet egy nő is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése van. A környezetében megjelenik a hamisság, a ravaszság, és mivel ott van a gondolata a közelben, ő ezt is tudja, ő ezt érzi, de ő ennek tudatában van. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Ez a hölgy utal arra, hogy itt lesz egy biztos, tartós párkapcsolat. Nem csak ez a te igényed, hanem ilyen szándékokkal közeledik hozzád, és alul látható az ajándék, hiszen ez a férfi meg akar ajándékozni téged. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. Itt az O betűről van szó. Hogy mit jelent számodra az O betű, leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Ami nekem így eszembe jut, például Olga, vagy Orsi, vagy Otto, vagy Orosháza, esetleg Ócsa, mint fogalom, nekem az óra jut eszembe. Vagy például olyan a helyzet, mint amilyen. A régi írásmód az középen van, és ennek a régi írásmódnak van egy szimbolikus jelentése is. Itt van egy kanyar. Én ezt úgy elemezném, hogy vannak bizonyos tervek, és úgy gondoltad eddig, hogy minden úgy előre megy. Van egy egyenes út. Itt nincs kiút, nincsenek más befolyások, de itt lesz egy kanyar, látható a képen. Tehát másfele fognak folyamodni az események. Ez szerintem előnyös lesz,
És azért figyelj oda a külső behatásra. A napi energia az jobb oldalon látható. Ehhez a kártyához hozzá kell tennem azt, hogy először is imádom a kártyavetést, imádom a tárókártyákat is. És van ennek egy ilyen klasszikus jelentése a klasszikus tárókártyáknak. De az utóbbi években megjelennek ilyen tárókártyák, ilyen csomagok, és ezeknek a modern tárókártyáknak gyakran nincs köze a régi jelentéshez, ahogy a klasszikus tárónál ezt értjük. Mert a képek mást mutatnak, mint amit a táró jelentene. És én a képeket nézem, a képekre figyelek oda, és úgy közlöm, ahogy én a képen ezt látom. Ez a kártya számomra azt mutatja, illetve számunkra azt mutatja, hogy mozduljunk ki otthonról. Legyünk a kertben, vagy legyen egy kis kirándulás, kell a friss levegő. Itt a hölgy előtt ott vannak a poharak, de van egy korsó is. És a korsón van az érem, mint egy dísz. Tulajdonképpen a kártya jelentése az érem lenne, de én figyelembe veszem a poharakat is, meg a korsót is, és az nekem a víz elemét jelenti, az érem pedig a föld elemét. És itt most összekeverem mindkettőt, hiszen mindkettő látható a képen. A víz eleme jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Tehát van nálad egy elképzelés, és ez be fog teljesedni, hiszen megjelenik a föld eleme is a képen, és az mutatja a reális dolgokat. Tehát legyen egy kis kiruccanás, vagy töltsd el az időt a kertben, élvezd a természetet, a friss levegőt, élvezd a napot, és amit tervezel, az úgy magától majd kialakul. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dendera Susanna Medici, ott megjelenik naponta a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!